Sziasztok, ez itt Levina csatornája. Arra gondoltam, hogy karácsonykor a beigli és a linzerek mellé jó jöhet egy krémes vagy habos sütemény. Én most egy olyat hoztam nektek, ami kettő az egyben, krémes is, habos is, szép is és fantasztikusan finom. Amennyiben felkeltettem az érdeklődéseteket, maradjatok velem, lássuk, hogyan készül. Én már kimértem és előkészítettem a hozzávalókat. A tésztához szükségünk lesz kristálycukorra, vajra, lisztre, tojássárgára, a liszthez szódabikarbonát fogok keverni, és a tészta rétegre kerül egy hab, ami a tojásoknak a fehérjéből, kristálycukorból és mandula darabokból fog állni, és néhány csepp citromlevet teszek még hozzá a habhoz. A krém pedig, itt láthatjátok, habtejszín, porcukor, krémsajt, jelen esetben én mascarponét használok, és 4-5 darab őszi barack befőtt, apróra vágva. Kezdjük is el! Először a vajat kihabosítom a kristálycukorral, lehetőség szerint szobahőmérsékletű vajat használjatok, azzal könnyebb dolgozni. Jöhetnek hozzá egyesével a tojássárgák. Ez kicsit ellazítja a masszánkat. És mind a 4 tojássárgája benne van. Elértük a krémes állagot. Kicsit átkeverem spatulával. A lisztbe belekeverem a szódabikarbonát, és hozzáteszem a tojásos keverékhez, és egyneműsítem. Hozzáöntöm még a tejet, és tovább keverem spatulával. Nagyon szépen kisimult összeállt a massza, ezzel meg is vagyunk. Mehet a tepsibe, amit kibéleltem egy sütőpapírral, és szépen elsimítom benne. Egyelőre ezt félreteszem, amíg elkészítem a tojáshabot. Tojásfehérjéhez hozzáadom a kristálycukrot, és körülbelül egy fél citromnak a levét, és elkezdem kihabosítani. Körülbelül 6-8 percig kell ezt a folyamatot végezni, amíg ilyen szép fényes, csillogó habot nem kapunk, ami stabil. Ráhalmozom a tojássárgás keverék tetejére, nagyon szép fényes lett a hab, ilyennek kell lenni. Habkártyával elsimítom, lehetőség szerint mindenütt egyforma vastag legyen. És ezután egy tejáskanál hátuljával egy kis halmokat húzok belőle, bemintázom. Ezt a megsült nagyon szépen fog mutatni. És
rászorom a tetejére a mandula darabkákat. Így néz ki. És mehet is a sütőbe 170 fokon, alsó-felső sütésen kb. 25 percet fog bent tölteni. Nagyon szépen megemelkedett a hab, szinte teljesen kitöltötte a tepsit, és szépen karamellizálódott már, úgyhogy ki is veszem. Így néz ki a kész tésztánk. Gyönyörű szép. Amíg a tészta hűl, elkészítem a krémet. Először az őszi barack befőttet fogom apró kockákra vágni, tulajdonképpen pépesíteni fogjuk. És ezekkel a mozdulatokkal pépesítem véglegesen. A habtejszínt beleöntöm egy tálba, és elkezdem felverni. Hozzáteszem a porcukrot, és folytatom tovább. Szép stabil már a hab. Mehet hozzá a krémsajt. És ezzel tovább habosítom. Látszik, hogy milyen stabil lett a hab a mascarponének köszönhetően. Nagyon könnyű lesz vele dolgozni. Hozzákeverem az őszi barack befőttet. És teljesen egynemű a massza. Ez már tölthető. Ketté vágom a habos tésztánkat. Habzsákba teszem a krémet. Csillagcső van a habzsák végén. És ilyen halmokat nyomok a tészta tetejére. Ugye itt dupla hab van, mert a tojáshab tetejére megy ez a krémsajtos tejszínhab. Ettől lesz ilyen könnyű és ilyen légies ez a sütemény. És mehet rá a második réteg. És el is készültünk ezzel a csodálatos süteménnyel. A teteje karamellizált, tojáshab, ami ropogós, a krémhab könnyű, de a mascarponének köszönhetően mégis stabil, jól kezelhető. A látvány önmagáért beszél. Igazi ünnepi süti, imádni fogja mindenki. Ez fog elfogyni legelőször. Nem lehet elrontani, mert olyan egyszerű az elkészítése. Garantált a siker, hogyha elkészítitek. Amennyiben tetszett, ne felejts el feliratkozni a csatornámra, hogy ne maradj le a további érdekes tartalmakról.